Hát én ez a befőttes süvegre változatot választottam az utóbbi években. Május közepétől 100 mol benzinkúton leadható a használt sütőolaj, és az nagyon fontos, hogy ez a kampányunk lényege, ez nem egy időszakos dolog, ez nem néhány hónapig tart, hanem ez most kezdődik, és mostantól folyamatosan szeretnék, hogyha mindenki élne ezzel a lehetőséggel, és egyre többen élnének a lehetőséggel. Nem rúg hasba a konyhába, viszont annál nagyobb kárt tud okozni a természetben, és pontosan ezért is van az, hogy én Magyarországon csatlakoztam ehhez a kampányhoz, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem van egy éttermem, így hát be tudtam oda vinni az olajat, de az életem során már rengeteg konyhába jártam, és mindenhol kis befőttes üveget kell, a sütőbe berakott ilyen olajjal teli serpenyőkkel találkoztam. Minden egyes hozzánk betérő, aki hoz magával használt sütőolajat, egy ilyen praktikus flakont kap, amit hazavihet magával, és ebben a flakonban az előbb említett befőttes üveg, serpenyő és egyéb más helyet fogja tudni gyűjteni a későbbiekben az olajat. A dolog igazán egyszerű, nincsen semmi más dolga a fogyasztónak, csak betérni hozzánk, hozni ezt, vagy egy másik flakont, amit gyorsan le tudunk neki cserélni egy ilyenre, hozni benne az olajat, megkérni az egyik töltőelemes kezelő segítségét, hogy ezt töltse ki. Ennek a környezetbarát felhasználása azt jelenti, hogy ebből biodízel komponens fog készülni.